Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! A mai videóban újra Colin Hoover lesz a téma. Megszokhattátok, hogy kb. Fél évente egyszer csinálok egy ilyen Colin Hoover-ös összegző videót, ugyanis eddig olyan videóim vannak, amiben azt tárgyalom, hogy melyik a legmegrázóbb Colin Hoover könyv, viszont az utolsó videómnak nem vagyok megelégedve a minőségével, ezért azt valószínűleg újra fogom majd forgatni, hogyha elolvastam a Laila vagy a Szívcsapász című könyvet. Viszont most szeretném felállítani a Best of Colin Hoover listát. 15 darab Colin Hoover könyvet olvastam el eddig, viszont csak 11 helyezett lesz ma, ugyanis ebből kettő egy könyvsorozat, vagyis egy trilógia részei, három könyvből áll, ezt nem tudom miért magyaráztam ennyire, főleg nektek, könyvmajoknak, nem mindegy. És az apropója annak, hogy most felveszem ezt a videót, az, hogy nemrégében láttam egy videót a TikTokon, ahol már elkezdődött az itt Envitásznak a forgatása, és bár egy kicsit meglepődtem, és kicsit meg is ijedtem, ugyanis, hát majd ide bevágom így nektek hang nélkül ezt a videót, hát Lilinek a szettje eléggé slampos, mint hogy egy ilyen kukából húzták volna ki szerencsétlent, ami miatt eléggé megijedtem, mert bár Blake Lively egy nagyon gyönyörű nő, és szerintem nagyon illik Lilinek a szerepére, én valahogy nem így képzeltem el Lilit, hogy ilyen slampos és... Egy kicsit megijedtem, de remélem, hogy azért így a film jó lesz. Nem tudom. A másik apropója pedig ennek a videónak, hogy a könyv hét előtt egy nappal meg fog jelenni az It End With Us-nak a folytatása, az It Start With Us, amit nagyon várok, te jó ég! Első olvastam amúgy a főszöveget, mert tudni nem akarom, hogy miről szól, hogy meglepődjek, hogy mi van benne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a könyv, és hogy tényleg nagyon, nagyon beszélni nem tudok róla. De azért, mivel még belevágnánk, azt elmondanám nektek, hogy én azért egy kicsit elfogult vagyok Colin Hoover könyveivel, mert nagyon szeretem az írónőnek a munkásságát, viszont itt a könyves rangsorban azért fel tudtam állítani eléggé könyvben, micsoda? Eléggé könnyen fel tudtam állítani ezt a listát, azt hittem, hogy sokkal többet fogok majd rajta gondolkodni, viszont rájöttem, hogy azért vannak nagyon gyenge Colin Hoover könyvek, most, hogy így tényleg így felállítottam ezt a listát, de mindegyiknél elmondom, hogy szerintem melyik alkalmas így első olvasásra, melyik nem, szóval most már tényleg befogtam, nézzük a listát. Vagyis nem fogtam be, mert én fogom mondani, ha mindegy. A 11. könyv ezen a listán a Never Never trilógia, mert hogy ez egy három cseppkönyvből álló trilógia. Nagyon sokszor beszéltem már arról, hogy szerintem tök felesleges volt ezt így kiadni három könyvben. Elég lett volna, hogyha benne van egy könyvben, és akkor tudjátok így három részre bontják, de nem. Megvehetitek ezeket a könyveket 2300 forintért. Nagyon hazudtam, ez 2300, a másik kettő csak 1800, de azért túlságosan is túl van szerintem árazva, főleg egy ilyen történetért. Na mindegy, ez az egyetlen Colin Hoover könyv, amit kifejezetten utáltam, hát nem is emlékszem miről szólt, annyira egy semmi volt ez egész. Szóval erről nem is beszélek többet, egyértelmű, hogy ez az utolsó, és valószínűleg ez is fog maradni az utolsó. 10. könyv a listán, a Vallomás című könyv. Ami igazából nem egy rossz könyv, mert szerintem nagyon ötletes az, hogy a főszereplő művész srácnak írhatnak ilyen vallomásokat, ugye, mint a címből is kitalálhattátok, és ezek alapján fest különböző képeket. Itt vannak is benne egyébként ilyen festmények. Szerintem nagyon ötletes az a könyv. Viszont nekem valamiért, most, hogy már olvastam rengeteg Colin Hoover-t, ez eléggé a vége felé van így történetben, mert hogy arra jó volt, hogy így visszavezetett a Colin Hoover utamra, hiszen már nagyon sokszor mondtam nektek, hogy én egyébként már korábban olvastam 13 évesen egy Kohó könyvet, a Hopeless című könyvet, csak akkor ugye nem tetszett, és ez a könyv volt igazából az első Colin Hoover, amit olvastam, nem tudom, itt ténylegesen végigolvastam, és ahhoz jó volt, hogy visszavezessen az írónő felé, viszont első olvasásra nem ajánlanám, mert hát nem a legerősebb könyv, azért is került a 10. helyre. A következő egy trilógia lesz, ami nagyon sokaknak a kedvenc Colin Hoover könyve, a Maybe Someday. Hát tartozom nektek egy vallomással, nekem a Maybe Someday eszméletlenül nyálas volt, ezért került nagyon-nagyon hátra a 9. helyre ez a trilógia. Bár, mint láthatjátok, azért van kettő egészen istenes könyv, a harmadik meg ilyen kis mini, és nem értettem, erre nagyon ki is akadtam, hogy nem tudom, hogy miért nem lehetett Warren és Bridget történetét teljesen megírni, nem csak egy ilyen kis füzetkébe. Nyálas volt ez a könyvsorozat, igazából a második részén ott kezdtem el érezni a reményt, amikor Maggie-nek a történetét olvashattam, csak hát közben azért ott volt még Sydney meg Ridge is, és azok még mindig nagyon nyálasak. Nagyon sokan szeretik. Én viszont egyszerűen
Hát én annyira nem. Lehet, hogy velem van a baj, nekem ez akkor, amikor olvastam, nem jött át, és igazából a többi része se, szóval ez nekem ilyen masszív 9. A 8. könyv a listán, a Merit nélkül című könyv, ami egy nem régi Colin Hoover olvasásom, talán egy éve olvastam, azt hiszem. Ez olyan semmilyen volt, ez így nem mondanám jó könyvnek, nem mondanám rossz könyvnek se, hát úgy elolvastam, tetszett, de úgy nagyon maradandó élményt bennem nem hagyott ez a történet. Nekem annyira meglepő se volt benne a fordulat, szóval ez egy ilyen tipik semmilyen könyv. Egyszer olvassátok el, de ne elsőként Kóótól. A 7. könyv a listán egy kicsit hasonlít az előzőhöz, hogy egy ilyen semmilyen érzést váltott ki belőlem, de itt legalább ötletes volt a történet. Ez a November 9 című könyv, ami szintén tetszett nekem, mert nyilván amúgy kb. Majdnem az összes könyv tetszett, de ez egy kicsit jobban tetszett, mint a Without Merit, mivel itt azért jobban azonosultam a szereplőkkel, nagyon tetszett a fordulat, igazából nekem az mentette meg az egész könyvet, meg ez az egész koncepció, hogy ugye a szerelmesek csak egy évben, egy napon találkoznak, és hogy az hogy töltik el, stb., és hogy múlik az idő, nyilván más, hogy alkalmazkodnak ehhez a dologhoz, ez szerintem nagyon jól átjött ebbe a könyvbe, ezt a könyvet már ajánlanám első Colin Hoover olvasásra, bár nem ez a legerősebb könyv, mármint szerintem. A következő történet egy kifejezetten erős könyv, és csak azért nem ajánlom első olvasásra, mert hogy hát rengeteg trágát szó van benne, káromkodnak, mint a fene. Eléggé megterhelő olvasni, ez a Túllét című könyv. Ha jól emlékszem, Hillsnek nem is tetszett emiatt, mert nagyon sokat káromkodtak benne. Emiatt nem ajánlanám első Colin Hoovernek. Nekem olyan tekintetben jó volt, hogy miután már több Kohót elolvastam, ez a könyv olyan volt, hogy hú, mennyire meglepő, mennyire jó egy ilyen életről olvasni, mert ebben tudni illik, hogy egy bántalmazó kapcsolat van, ahonnan az egyik fél ki akarja szakítani a másikat, viszont még több bonyodalmat okoz ezzel. Ez egy tipikus ilyen young adult regény, ami hát tényleg egy toxik kapcsolatot tartalmaz. Nagyon erős volt ez a könyv, így első olvasás egyébként nem ajánlanám annyira Colin Hoovertől. Az 5. Colin Hoover könyv a listán azért lett az 5., mert hogy a 4. könyvvel úgy kb. Nálam egy szinten állnak. Hát egy kicsivel talán jobban szeretem a 4. könyvet, mint az 5., és ez nem más, mint a Minden tökéleteset című könyv, amit én nagyon szerettem, fontos témákat feszeget, az endometriózisról, arról, amikor egy párnak nem lehet gyereke, hogy ezt hogy tudják feldolgozni. Nagyon sokat gondolkodtam a könyv kapcsán erről a témáról, a Bukkesztes lányokkal is kibeszéltük, hogyha szeretnétek, hallgassatok meg, szerintem nagyon értékes podcast lett, nekem nagyon-nagyon tetszett, és maradjunk annyiban, hogy tényleg nagyon jó ez a könyv, nekem ami miatt nem a 4. lett, az, hogy én hiányoltam belőle Grahamnek a szemszögét, mert bár kaptunk néha egy-egy Graham gondolatot, ugye már a vége felé, viszont így a könyvben annyira elveszett ő, és oké, hogy így utólag megpróbálta megmagyarázni, hogy vajon ott mit érezhetett Graham, viszont ez nagyon nem jött át, és én nagyon szerettem volna olvasni az ő gondolatait is ezzel kapcsolatban, szóval ezért csúszott le a 4. helyről. 4. könyv a listán egy kicsit csúszott le a dobogóról, de mindjárt elmondom, hogy miért. Ez az Ugly Love című könyv. Talán az egyik legvitatottabb Colin Hoover könyvről beszélünk, mert ezt a könyvet csak szeretni és utálni lehet. Valahogy nincsen meg az arany középút. Én nem tudom, hogy miért van ez. Én egyébként szerettem ezt a könyvet, mert egy toxikus kapcsolatot mutat be úgy, hogy úgy érdekelt, hogy mi lesz a vége, nem azt mondtam, hogy Jézusom, menjetek már a fenébe, mit csináltok, álljatok már le, hanem érdekelt, hogy mit fog csinálni ez a két szerencsétlen, és most egy projekt kapcsán beleolvastam kicsit az Ugly Love-ba, és hát nagyon meglepődtem, hogy még mindig mennyire fel tudott húzni az a bizonyos asztalos jelenet, a jó ég. És szerintem ebben rejlik a szépség ennek a könyvnek, hogy egy toxik kapcsolatot úgy mutat be, hogy érdekel téged, hogy mi lesz a vége, és szerintem tök érdekesen is van az egész megírva, mert belelátsz ennek az egésznek a pszichológiájába, szóval nekem egyébként bejött ez a könyv, hát a borító az meg valami csodálatos. Talán ez az egyik kedvenc Colin Hoover borítóm. Elérkeztünk a top 3-hoz, és őszintén bevallom, hogy nagyon meglepődtem, amikor a 3. helyre ezt a könyvet írtam, de rájöttem, hogy ez a könyv valami fenomenális volt, ez pedig a Regretting You, azaz Elrontott Életek. Azért volt számomra nagyon üdítő ez a Colin Hoover könyv, mert bár ebben is van
kettő nagyon szép romantikus történet, viszont ami tényleg hangsúlyt kap ebben, az az anyalánya kapcsolat, illetve a tragédia, a gyászfeldolgozás, és hogy ez hogyan hat a családi kapcsolatokra. Mindent félretéve csak is ajánlani tudom mindenkinek ezt a Colleen Hoover könyvet. Nagyon értékes könyv, értékes gondolatokkal, mint láthatjátok, én is telepakoltam az egészet, bár amikor olvastam, nagyon feldühített benne a fiatalabb lány, viszont rájöttem, hogy valószínűleg én is ilyen voltam tinédzserként, nagyon hitelesen írja le ezt a korosztályt, és hogy reagál a körülötte történő dolgokra. Fenomenális egy könyv, egyértelműen ez volt nálam a harmadik. A második könyv annyira megrázott, amikor olvastam, hogy emlékszem, le kellett raknom, és ez nem az volt, hogy fú, mennyire felidegesített, hanem konkrétan elundorodtam az élettől, amikor azt a bizonyos részt olvastam a Verity-ben, amit nem fogok elmondani, mert ez egy spoilermentes videó. Fú, engem nagyon megrázott ez a könyv, nagyon jó volt Colleen Hoover-től egy kicsit másabb stílusban olvasni, ez a krimisebb, pszichotrilleresebb dolog, szerintem nagyon jól áll neki, és remélem, hogy fog még hasonló könyvet írni. Biztos, hogy fog, mert elvileg lesz a Verity-nek második része. A Verity nálam azért lett a második, mert hogy nagyon fordulatos, még csavar egyet a végén, aztán egy utolsó, aztán pedig így odadöf neked, hogy nesze neked, azt hitted, hogy majd hogy limonádé regényeket olvasgatsz, hát nem, a Verity az nem egy limonádé regény. Nem kifejezetten ajánlanám első olvasásra, mert bár nagyon sokan ezzel szerették meg Colleen Hoovert, nem ez a tipikus Colleen Hoover életérzés, hanem a következő könyv. Ami nem más, mint az első helyezett, az It Envy Tesz. Nagyon fura, mert tök sok videómban mondtam a Colleen Hoover könyvekre, hogy na szerintem ez meg fogja előzni az It Envy Teszt, de nem. Ezt a Colleen Hoover könyvet nálam egyszerűen semmi nem tudja felülmúlni, annyira jól van megírva, vicces, komoly témát bontogat úgy, hogy könnyed és emészthető legyen. A családon belüli erőszakot úgy mutatja be, hogy még egy fiatal is fel tudja dolgozni, és tud ebből tanulni. A hajléktalanoknak a helyzete benne van ebbe a könyvbe. Felteszem a kezem. Ez egy brutálisan jó könyv, és tudom, hogy nagyon szét lett hype-olva, főleg az utóbbi időszakban, amikor ugye kiderült, hogy jön a film, meg stb. De ez tényleg egy jó könyv. Egy nagyon jó történet, és csak ajánlani tudom. Nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem. És hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc Colleen Hoover könyvetek. Nekem ezek lettek volna. Még azért nagyon sok kohó könyv olvasásra vár nálam. Ugye a Szívcsapás sorozat, a Reménytelen sorozat, illetve van egy harmadik, melyik az? Ja, a Layla, természetesen. Korán sem végeztem ezzel a dologgal. Remélem, hogy idén vagy jövőre már be tudom fejezni az összes Colleen Hoover könyvet, bár nyilván sorra jönnek ki, szóval eléggé nehéz utolérnem magamat, de nagyon rajta vagyok az ügyön, mert tényleg nagyon szeretem az írónőt, csak ajánlani tudom, főleg a fiataloknak szerintem kifejezetten jó olvasmányok, és tényleg írjátok meg kommentben nektek, melyik a kedvenc kohó könyvetek, én ennyi is lettem volna mára, sziasztok! Na és most jön a nehéz feladat, csinálni egy borítóképet az összes kohó könyvvel, 15 darab könyvvel. Egy könyvnek se esett bántódása. Még.